Ezen a héten Dávid és Góliát ütközetéről, Dávid és Góliát csatájáról elmélkedünk, és azon belül is szeretnénk választ kapni arra, hogy Isten milyen erővel akar ezen az üzeneten keresztül felhatalmazni bennünket. 5 sima kő, amit Dávid kiválasztott abból a bizonyos patakból, ez az 5 kő az 5 alapérték, amire az életünket építhetjük, és amivel a harcainkat megharcolhatjuk. Ez a Csendes Percek, a Pax TV műsorán. Dávid így felelt a filiszteusnak. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Az 5. kő, és ezzel az utolsó kő, az, amivel ma foglalkozni szeretnénk, a saját tehetségednek az ereje. Keresztényként nagyon sokszor exuzáljuk magunkat, és azt mondjuk, hogy a saját tehetségünket nem tolhatjuk előre, hiszen Isten kell kiemelnünk az életünkben. És ebben van is igazság, hiszen ezt tette Dávid is. De el kell, hogy mondjam, hogy mindannyiunknak van egy olyan köve, amivel csak te, és amivel csak én rendelkezek, és amivel én tudok hozzájárulni, és amivel te tudsz hozzájárulni Isten országának építéséhez. A gyülekezeted és a közösséged, ahova tartozol, az nem egy ember tehetségén áll, hanem sokak áldozatán. Sokan kellünk ahhoz, hogy Isten országa növekedni tudjon, és Isten országa kiteljesedjen. Ahogy a kövek formálódnak a patakban, úgy formálódik az életünk attól, hogy egymást csiszoljuk és egymást építjük a saját tehetségeinkkel. A legtöbbször ott veszítjük el ezt a követ, amikor azt beszéljük be magunknak, hogy az én kövemre itt már nincsen szükség. Vagy azt mondjuk el magunknak, hogy a másik ember köve sokkal szebb, sokkal szebben csiszolt, sokkal fényesebb. De higgyük el azt, mert ez Isten ajándék, hogy mindenkiben van valami érték, amivel Isten királyságát tudjuk építeni, hiszen ez is az ő ajándéka. Nagyon érdekes gondolat az, amit egyszer hallottam, hogy az alkalmatlanság érzés és annak az ellentéte, amikor valaki úgy áll a dolgokhoz, hogy ő mindent jobban tud, és ez az attitűd, ez a két látszólagos ellentmondás, ennek mind a kettőnek ugyanaz a gyökere, mégpedig az egoizmus és az énközpontúság. És meggyőződésem, hogy az egyházban és a gyülekezetekben az alkalmatlanság érzés a sokkal több szolgálatot ölt meg, mint azt el tudjuk gondolni. Dávid azt mondja, Dávidnál azt olvashatjuk, hogy kezébe vette hát a botját, és kiválasztott a patakból 5 sima követ. Kezébe vette a dolgokat. Dávid felvállalta a felelősséget, és tudta azt, hogy van egy olyan tehetsége, van egy olyan belérejtett kincs, amivel ezt a harcot meg tudja vívni. És hogyha hihetünk az igének, és miért ne hihetnénk, a jó pásztor képe arra tanít bennünket, amit az 1 Péter 2.4 mond el nekünk, hogy járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá. Ahogy Dávid kiválasztotta azt az 5 követ a patakból, úgy választott ki Isten téged arra a feladatra, amit be kell töltened az egyházba. És szintén valaki mondta, hogy az egyházban nem különleges kövekre van szükség ahhoz, hogy az egyház épülni tudjon, hanem olyan kövekre, amik tudnak egymáshoz illeszkedni. Legyen ilyen az életünk, hogy tudjunk egymáshoz is, az egyházhoz is illeszkedni, és tudjuk betölteni azt a feladatot, amire Isten elhívott bennünket. Egy imával szeretném lezárni ezt a hetet, bocsánat, örülök, hogy velem tartottatok, örülök, hogy
át tudtunk menni Dávid és Góliát történetén keresztül a győzelmeinken, és így szeretnék imádkozni értetek most röviden. Istenem, köszönöm neked a lehetőséget, hogy a te igéd, de megtölthetjük a mi szíveinket. Köszönjük azt, hogy a te igédben erő van, a te igéd soha nem tér vissza üresen. Így imádkozom azért, hogy minden gondolat, akár amit én mondtam, és minden gondolat, ami menet közben született, azok építsék az életünket, építsék a te királyságodat, és tudjunk ezzel haszonnal lenni a világra, ami körülvesz bennünket. Így kérjük a te áldásodat a mai napunkra és a következő hetünkre. Jézus nevében, amen. Isten áldjon titeket, további szép napot!